Köszöntöm a nézőket mai műsorunkban, itt vagyunk a Püspöki Palotában, és a vendéglátónk Felföldi László, pécsi megyés püspök. Köszönöm szépen, hogy eljöhettünk ide. Örömmel köszöntöm Önöket is, természetesen is a tévénézőket. Amikor legutoljára találkoztunk és beszélgettünk, akkor még a beiktatása előtt volt, és akkor ugye arról beszélgettünk, hogy milyen tervei, milyen céljai vannak, és akkor elmondta, hogy hát tulajdonképpen egész Baranya és Tolna megyét be szeretné járni, a lehető legtöbb településre eljutni, azonban már akkor is tudtuk, hogy a pandémia ebbe közbe szól, vagy közbe fog szólni. Nem volt könnyű helyzetben, amikor átvette ezt az egyházmegyét. Hova sikerült eljutni, mennyire sikerült a közösségeknek így a pandémia alatt megmaradniuk? Nagyon sok helyre eljutottam, és még ez a folyamat tart, természetesen ezt az óriási területet nem lehet ám könnyen végigjárni. Most vagyok fél éves, tehát még pontosan az elején vagyok a feladatomnak, munkámnak. A pandémia abban akadályozott meg, hogy az igazi közösségekkel nem tudtam találkozni. Tehát töredék hívek voltak a templomban, éppen hogy csak néhányan sok helyen, de mégis sok-sok találkozás, sok-sok gyönyörű beszélgetés van mögöttem. Valójában minden nap ez a fő feladatom, hogy találkozni, mai nap is délelőtt, délután, újra és újra leülök emberekkel, ismerkedem, mert így ismerem meg a szíveknek a vágyait, a szíveknek a szenvedéseit, és így tudok majd jól válaszolni ezekre a kérdésekre. Ebben a helyzetben, ebben az időszakban mi lehet a feladata, vagy mi a feladata az egyháznak? Mit tapasztalt, akikkel találkozott, hogy akár lelkileg mennyire viselte meg az embereket ez az időszak? Különösen fontos kérdés ez szerintem azért is, mert nem tudjuk, hogy vége van-e. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy volt egy rossz időszak, és most kezdünk építkezni, mert nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Mit tapasztalt az embereken? Valójában az egyház feladata ugyanaz volt mindig, pandémia előtt is, ezután is az, de mindig van egy arculat, amire úgy jobban oda kell figyelni. Ahogy minden ember, minden család, az emberek közösségének is az élete, az valójában egy gyönyörű szeretettörténet és egy szenvedéstörténet. Most az egyháznak tudatosítani kell erősebben, helyben, az egyházközségekben, hogy sok-sok szenvedésen mentek keresztül, és mennek keresztül egyének, családok, és oda kell állnunk melléjük, segítenünk kell. Ez volt az első feladat, amit az atyáknak elmondtam, hogy nagyon érzékenyen, nagyon odafigyelve legyenek a gyászolókkal, mert hihetetlen szenvedésen mentek keresztül, csak mondjuk egyetlen példát mondjak, hogy nem lehettek ott a szeretteik mellett. Nem csak a halálos ágynál sem, de előtte sem. Tehát volt, akinek bement hitvese, szülő, édesanyja, édesapa kórházba, és sem elköszönni, sem meglátogatni nem volt lehetősége. Ez a gyászban még növelte a fájdalmat és a szenvedést. De most is ugyanaz, mint régebben, hogy odaállni az emberek mellé, és mindent megtenni, hogy gyógyítsuk ezeket a sebeket, és hogy a szeretet története ember-emberrel a közösséget erősíteni, és embernek az Istennel való története erősödjön a szívünkben. Visszatértek az emberek a templomokba? Mi a tapasztalata? Tehát az online közvetítésekkel meg tudták tartani a híveket? Ez is lehetett most egyfajta misszió, hogy így tartani a hitet, hogy mondjuk aki nem tudott elmenni, vagy hát ugye amikor nem voltak jelenléti Isten tiszteletek? Nagyon-nagyon fontos volt. Hát mint ahogy az emberi kapcsolatban a modern technika, hát sokszor a telefon, a internet tart életben kapcsolatokat, segít abban, hogy megtartsuk azt, ami szívünkben. Régen ez a levelezés volt. Tehát akkor is valahol fontosak voltak ezek az üzenetek. Ezt most megtanultuk. De azt gondolom, ez nem csak a vírus, a pandémia idején, hanem az életnek, a kommunikációnak egy olyan formája, ami nagyon fontos, és sok hálás
visszajelzést kaptunk azért, hogy legalább így be tudtak kapcsolódni, legalább így sikerült jelen lenni, és ezért nagyon fontosnak tartom a tévével, a társaságokkal a kapcsolatot, mert így is üzenetet tudunk küldeni. Az iskolák, óvodákba sikerült eljutnia? Mennyire népszerűek ezek az intézmények, tehát az egyházi intézmények, illetve hogy az egyháznak a társadalmi szerepvállalásában hol foglalnak ezek az intézmények helyet? Tehát mennyire fontos az egyháznak, hogy legyenek iskoláik, óvodáik? Még nem tudtam mindet végiglátogatni, de csodálatos élményeim vannak az óvodáról, az iskoláról, a gyerekekkel, tanárokkal való találkozásból. Mindig tanulok tőlük, csodákat látok, és kiváló munkatársaink tényleg szívvel, lélekkel dolgoznak. Az egyházi intézményeknek a népszerűsége az nem attól, mert egyházi. Attól jó, és attól nagyobb vagy jobb sok egyházi intézmény, mert kiválóbb tanárok vannak benne. Mert jobban odafigyelnek a gyerekekre, jobban törődnek. Tehát attól sosem lesz sikeres egy egyházi intézmény, hogy kiírjuk, hogy katolikus iskola. Hanem attól, hogy egy óvodában tudjuk jól nagyon, az első szám az, hogy az óvónéni. És mindegy, hogy valójában hova tartozik az óvi nagyjából, de ha az óvónéni nagyon jó, akkor oda szülők oda bízzák, hiszen a legnagyobb lépés a szívük választhatja. Az iskolában pedig a továbbtanulás. Hogyan sikerül megszerezni azt a tudást, ami a jövőmnek az alapja is, amire lehet építeni. És természetesen az egyházi iskolában ehhez egy lelkületet, egy családiasságot. Mondhatnám azt, hogy egy bensőségesebb, emberi kultúrát kell adni, mert ma már én ezt így látom, így próbálom fogalmazni, hisz ez az embernek a valósága. Láttam fotókat arról, amikor óvodákat, iskolákat látogatott, és azt lehetett látni a fotókon, hogy a gyerekek odaszaladtak önhöz, átölelték. Ez mennyire megszokott, hogy vagy ők egyáltalán fölfogják-e, hogy mondjuk most a Pécsi Egyházmegye püspökkel látogatott el, vagy csak egy kedves, aranyos bácsit láttak, akivel lehet beszélgetni, aki játszott velük? A gyerekeknek én abban hiszek, hogy van még, hál' Istennek, egy különleges belső érzékük. És a gyerek nem, hogy nézek ki, hanem mi a kisugárzásom. És nekem is különös élmény volt, meg mindig az is, többször megtapasztalom most már egymás után, és kezdem megtanulni ezeket a szituációkat. A gyerek azt érzi, hogy oda mehetek, megsimogathatom, kérdezhetek valamit, megölelhetem, és a gyerek ez belülről dönti el. Ezek csodálatos élmények, és látom, hogy egy-kettő bátrabb, ő fölméri a helyzetet, a többiben pedig felszabadul ugyanaz a vágy, ugyanaz az érzés. Az eukarisztikus kongresszus egy nagyon fontos esemény lesz 2021-ben, amit ugye tavaly rendeztek volna meg, és nagyon sok eseményhez hasonlóan ezt is el kellett halasztani egy évvel. Ugyan sokan lelki olimpiának hívják ezt az eukarisztikus kongresszust, és hallhattuk például azt, hogy a sportolók, akik az olimpiára, vagy akár a labdarúgó Európa-bajnokságra készültek, és egy évet kellett halasztani, hogy valaki azt mondta, hogy neki ez most plusz egy évet jelent, valaki teljesen el volt keseredve, hogy akkor most hogy tud még egyszer így fölkészülni. Egy ilyen nagyszabású lelki eseménynek az elhalasztása, az mennyiben lesz más 2021-ben ez a kongresszus, mint mondjuk lett volna 2020-ban? Nyilván az elhalasztás mindenben, sportban, egyházi történetben, családban, szabadság elhalasztása, az megpróbálja a szívünket. De hát az élet a rendkívüli helyzetek valóságában zajlik. Tehát szeretjük nagyon a kiszámíthatóságot, de hát benne van a rendkívüliség, és az emberségünknek, az erőnknek, a szeretetünknek ez a próbája. Valóban nagyon köszönöm ezt a képet, nagyon jó, ez egy olimpia, ez egy lelki olimpia, és azt gondolom mindenki meg kellett, hogy értse, most nem tudjuk megtartani, de most eljött az idő, most ott kell, hogy legyünk, és szívvel, lélekkel készülni, és valóban úgy látom, hogy mindenki komolyan készül, komolyan veszi ezt a feladatot, és hiszem, hogy nagyon, nagyon szép és nagyon gazdag találkozó lesz.
hogyha még valaki soha nem hallott erről, mert szerintem azért sokan vannak, csak hallják, hogy eukarisztikus kongresszus, de el se tudják képzelni, hogy ez mi. Hogyan lehetne ezt egy laikusnak, vagy akár mondjuk nekem elmagyarázni, hogy ez mit jelent egy ilyen kongresszus? Nagyon nehéz az emberi kapcsolatoknak és az ember-Isten kapcsolatának a leglényegét megfogalmazni és megmutatni. De néha szükség van erre. És a katolikus egyháznak, a kereszténységünknek a lényeg az az eukarisztia. Az a csoda, amit Jézus az utolsó vacsorán hagyott ránk, amire 3 éven keresztül készítette az apostolokat, a tanítványokat, hogy akkora beérjen a szívük, a gondolkodás módjuk. És ezt ünnepeljük, hogy van egy központ, van egy lényeg, és ez tart bennünket össze, ez a forrásunk, minden forrásunk belőled fakad, ez a mostani gyönyörű üzenet, de hogy a hétköznapokban is ennek kell a forrásnak lenni. Tehát valójában ez mindig frissíti, hogy valójában miben is élünk, mi a lényege. Olyan, mint amikor egy család egészében mindenki a maga feladatát végzi, és olyan boldogok, mikor mondják, látom gyerekek, szülők, hogy a jövő héten együtt megyünk a család. Voltak nagy fiatalok, nekem egyetemista korúak, hogy az édesapa nyugdíjba ment, és most együtt mennek kirándulni. Azaz, most megmutatjuk magunknak, egymásnak, hogy mi is a lényegünk, hogy mi egy gyönyörű család vagyunk. Mi az eukarisztia körül vagyunk, és abból élünk. És ez a mi erünk, ez a mi forrásunk, és ez a mi nagyon gazdag, szép üzenetünk a világnak. Mi az, amit a Pécsi Egyházmegye tud üzenni ezáltal, a kongresszus által, ön szerint? Pécsi Egyházmegyének ugyanezt szeretném, ha az üzenete lenne, nem akarok kitalálni semmi rendkívülit, de ugyanakkor meg hiszem, hogy a közösségekben, ebben a sok-sok gyönyörű kicsi faluban, ahol most már kezdem magam kiismerni és fölfedezni az életet, ott is, akik ott vannak, nekik is ugyanolyan szeretetre, ugyanolyan közösségi gazdagságra van szükségünk, és ebben biztatom őket, ebben akarom segíteni őket, hogy ebben éljenek és ebben gazdagodjanak folyamatosan. Nyáron vagyunk, nyári időszakban vagyunk, rengetegen ilyenkor elmennek szabadságra, pihennek, lelkileg és testileg is fel szeretnének töltődni. Önnek lesz-e pihenő idője, illetve hogy tud ön föltöltődni ilyenkor, hogyha pihen? Nekem a pihenés az a magány és a csönd. Tehát a teljes kikapcsolás és a természet. Semmit nem akarok látni, semmi rendkívülét nem akarok teljesíteni, hiszen az egész életem, a munkám állandó teljesítés és jelenlét, és egy elmélyülés Istennel, magammal, mindenképpen a természetben többet jelen lenni, és bízom benne, hogy most is ebből egy kicsit meg tudok valósítani, teremteni magamnak. Egyébként ez az időszak, ez mennyire sűrű? Tehát mennyi időre lehet mondjuk egy püspöknek elvonulnia így a világtól és mindenkitől? Hát boldog leszek, ha 1-2 hét sikerül. Tehát nagyon, most az én életem nagyon-nagyon sűrű, nagyon be vagyok programozva, de ezt nem lehet másképp. Tehát ezt most lelkiismeretileg csak így lehet megvalósítani. Aztán majd szeptembertől gondolkodom már én is, hogy akkor hogy lehet igazán élhetővé, meg hatékonnyá tenni a mindennapokat, hiszen nekem is ugyanúgy szükségem van, mint előző normális papi életemben, napi rendre, heti rendre, ahol megéljük a mindennapokat. Hogy tekint most így a Pécsi Egyházmegyére, Baranya-Tolna megyére? Ezt már hazának tekinti, otthonnak tekinti, vagy mondjuk elmegy majd még haza innen? Az a szabadság. Az emberben, mióta én pap vagyok, mindig ott volt ez a kettőség, hogy otthonról megyek haza. Nekem már a szülői ház nincs meg, tehát igazán csak a hazai földre megyek, de itthon vagyok. Megérkeztem, ez az én hazám, és azt gondolom, mostan belülről is teljesen ezt érzem, így élem meg, és természetesen érzem, hogy egyre jobban együtt tudok gondolkodni az itteni emberekkel, meg egyre természetesebb,
közvetlenebb találkozásaim vannak. A beszélgetésünk elején mondta, hogy pont most fél éves. Milyen tervei vannak? Hogyha most így átgondolja ezt az elmúlt fél évet, változtat-e bármit az elképzelésein, a tervein? Vannak-e új célok, új távlatok? Nagyon nagy terveim nem voltak, meg nagy célok sem, mert az első a megismerkedés, a megerősítés, az atyákkal, a papokkal egy közvetlenebb baráti, testvéri munkaközösséget megteremteni. Ez egy folyamat, ezen dolgozom folyamatosan, és utána aztán szép lassan a célokat, a feladatokat az élet hozzá. Nap mint nap elém teszi, hogy akkor most ezen gondolkozok, hogy oldom meg, vagy hogy válaszolok erre a feladatra, erre a kihívásra. Én köszönöm szépen, hogy eljöhettünk ide, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és akkor sok sikert kívánok, jó pihenést a nyárra, és remélem, hogy hamarosan találkozunk majd. Köszönöm. Én is nagyon köszönöm, és viszont szép nyarat kívánok, és további jó szolgálatot mindenkinek. Köszönjük szépen, viszontlátásra.